Nem vagyok erre felkészülve, hogy faszom, Elekrobi Vladimirit idéz. Hát figyeljetek, eddig nagyon jók vagyunk. Ahhoz képest, hogy mennyire féltem, nincsen itt semmi probléma. És mindig, amikor a horrorokban ezt mondják, akkor szokott... Hallod? Ez... Ne félj elmenni. Mégis mi volt? Na. Hát igen, el is érkezett ez a pillanat. Mondanám, hogy vártam, de ez egyáltalán nincsen így. Remélhetőleg nem ez az utolsó videóm. Hogyha pedig igen, az legyen számotokra gyanús, és gyújtsatok majd értem egy gyertyát, kérlek. De nem, ilyennel nem szabad viccelődni, és tudjátok, nem vicc lenne ez az egész. Sponziblokk! Ennek a videónak a támogatója Gaminator, innen is nagyon szépen köszönöm nekik a lehetőséget. Hogyha esetleg még valaki nem hallott volna erről az alkalmazásról, akkor én most röviden bemutatom neki, ugyanis brutálisan népszerű Magyarországon, több mint 100 slot van benne. Ez amúgy nagyon jó, tök jó, hogy már most beleviszik a kiskorúakat a szerencsejátékba. Konkrétan Elekrobi már ilyen már most beleviszi a 12 éves nézőit a szerencsejátékba. És értem én, hogy nincsen tét meg játékpénz, de ezzel konkrétan csak előkészíti a gyereket arra, hogy felnőtt korában már tudja, hogy fognak működni ezek a játékok. Ezt nem is értem, hogy hogy gondolt az Elekrobi, hogy ezt elfogadja. Hát szerintem az ad revenue-ja az konkrétan az egekben van amúgy, mert ne haragudj. Tehát nem tudom, hogy neki miért kell még több pénz annál, amit a YouTube-bal szerez. Tehát itt azért 50 ezres videók vannak, és egy hónap elég sokat feltölt. Elfogadta az enebás szponzort, jó, oké, játékokat lehet venni, cool, de... Bazeg? Azért egy ilyet? Minél magasabb szinten vagy, annál több pénzt tudsz begyűjteni, és miért hívja pénznek? Ez nem pénz. Annál több slot nyílik meg, a játéknak az ingyenes letöltési linkje ott van lent a leírásban, és hogyha most töltitek le, akkor kaptok egy üdvözlő bónuszt is, szóval mindenféleképpen... Hát de jó, hogy nem le akarnak szopni amúgy, 12 éves gyerekeknek hirdeti már most ilyen korban a szerencsejátékot az Elekrobi. Egy késsel kiszabta szemeit. Mégis ki képes ilyenre már nem azért? Méri halála előtt még egy tükörre megpróbálta felírni és egy rendőrnek elmondani gyilkosa nevét, ám csak annak töredéke hangzott el. Hogy nincsen benne szégyenérzet, hogy ül a kamera előtt és ezt csinálja? De ezt ajaj. Kell nekünk megidézése. Idézzük meg a Vladimirit! Ebbi dolgokra van szükséged. 17 perces videó. 2 darab gyertya. Na jó, én ezt nem bírom, várjál. El fog nyelni minket a lefolyó. Vagyis pontosabban most jelen pillanatban engem ugyanis én fogom megidézni, vagy addig kísérti az áldozatot, ameddig az fel nem adja és öngyilkos lesz. Ne aggódjatok, nagyon de nagyon stabil vagyok mentálisan, nem lesz itt semmi probléma. Nem fogja megölni magát, ne aggódjatok, chat! Ne vedem meg magam! Ha pedig pontban éjfélkor szólítgatod 13-szor, tudjátok amúgy, hogy mi ebben az egészben a legszebb? Hogy mindjárt éjfél van most, amikor felveszem ezt a videót, de 13-szor kéne kimondani a nevét? Az rengeteg! Az rengeteg? Ez még gombócból is sok! Ez amúgy 2-szer az gyorsítással egész érthető. Akkor más szellemekkel tudsz majd beszélni. Egy 75-ben pedig tökéletes. Hogy mi? Vladimir pedig engedelmeskedni fog neked? Hát figyeljetek, becsicskítjuk a véres marikát, így kell ezt csinálni. Az a baj, hogy innen egyszerűen már nincsen visszaút, és most már meg kell csinálnunk. Mutatom is egyébként nektek, hogy most jelenleg, amikor felveszem ezt a videót, 23 óra 54 perc van. Itt is van az első gyártyán, és már ég is, jöjjön is akkor a második. Ajaj. Illetve Vladimir, ugyanis már csupán ő jajzik. Rendesen jó a fürdője, hát figyelj, ha már padláson lakik. Ember, mennyire parán néz ez ki? Tisztára mit, hogyha valami kis szentély lenne? Bemerjük így vállalni? Bemerjük vállalni? Ne, nagyon sötét lesz nektek. Így biztos, hogy ne. Na de így. Állítgatja a fényeket, geci, ezt nézzük. Kajak, azt nézzük, hát 2 perce, hogy állítgatja a lednek a fényeit, hogy melyik lenne a legjobb a videóhoz. Nekem így őszintén szólva, így talán sokkal, de sokkal jobban tetszett. Nekem az előző jobban tetszett. Szerintem rakjuk még vissza 3-szor, és nézzük meg, hogy hogyan jó. Ja, bejön Elekrobi apukája, mondja, are you winning, son? És azt látja, hogy... Vladimir. Gyerünk. Vladimir. Vladimir. Nem történt semmi. Én azon gondolkodok, hogy ez visszafele is működik. Tehát most, hogyha én ideállok a tükörhöz, és elkezdem mondani, Elekrobi,
Megjelenik az Elektrobi amúgy? Tudná nekem mondani vicces tényeket, amikor nem tudok aludni. És tudjátok, abban a pillanatban, hogy éjfélre váltott az óra, most váltott egyébként éjfélre. Mi lesz? Mi lesz? Történne valami. Gyerünk, nem történik semmi. Ne vegyek észre valamit. Közben pedig tudjátok. Nem jelent még meg. Már így vérrel a tükrömre lett volna írva valami. Az előbb ennek a gyertyának a lángja egy kicsikét, minthogyha oldalra ment volna, és itt a fénynek a törése más lett volna, de szerintem éppen beszéltem, és csak rá leheltem, mert eléggé fura, mivel a tükörbe beszéltem. Hallod? Ne. Ez mégis mi volt? Az előbb 3 másodpercre a gyertya lángja így elkezdett mozogni. Nem tudom, hogy benne van-e a videóban. De. Szerintem a kézikamerával pont nem rögzítettem, és az a legdurvább, hogy de tudjátok mit, legyünk bátrak, és mondjuk ki most 13-szor baromira gyorsan egymás után. Vladimiri, 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 Vladimiri. Azt nézzük, hogy egy felnőtt ember ezt csinálja. A tükör előtt. De ezt sokan nézik, ezt 50 000 ember megnézte. Meg a lefolyóba sem akart még semmi se berántani. Plusz, tükröm sem akart fogni lejteni engem. Hát egy biztos, hogy a balos gyertya számomra gyanús volt. Szusz, nem? Szusz! Úgy bemozgott néha, mint a jobbos, egyáltalán nem. Most is így mozog a lángja közben, hogyha rá lehelnék, akkor sem mozogna így. Azt a kurva. Lehet, hogy kajakra itt van valami. Lehet. Hát figyeljetek, én szerintem most elfújom, de nézzétek meg, megint mozog ez a gyertyalán. Mozog a gyertya? Hihetetlen. Szia, kedves Mária, ne bánts, és ameddig alszok, légy szíves, ne mász ki a tükrömből. Köszönöm szépen. Jó. Wow. És szerintem lezártuk most akkor. Életben vagyunk. Azért be kell vallanom, egy kicsikét paráztam, de szerintem ettől függetlenül jól bírtuk ezt, és most nézem szembe a tükörképemet. Hát, ha valami megjelenik mellettem... Még ha valami ijesztő aláfestőzede lett volna alatt, vagy valami. De még az sem. Annyira pure igénytelenséget áraszt magában ez a videó. Nagyon-nagyon-nagyon nem jó. És megnézik, vágod? Nem tudom már, csinálok egy új csatornát, én is éneket csinálok, geci. Azt, hogy beleőrülnék amúgy. Szia manin, ha elfogyott a manin, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. A gumi a legfontosabb.